Ezt hallja mindenki, aki a Hungaroring mellett él, netalántán Magyaródon lakik. A félelem nélkül elmúlt két adásában főleg a rallyé volt a főszerep. Betekintést nyerhettünk a navigátorok munkájába, illetve kaptunk egy kisebb fajta eszenciát a váci RTF futamról. Picit most mellőzzük a rallisokat, és jöjjön a gyorsasági szakág. Hiszen az utolsó futamukat itt a Hungaroringen rendezték, pedig idén versenyeztek a Szlovákia ringen, illetve a Pannonia ringen is. Tekintsünk be a kulisszák mögé, látogassunk el a boxokba, és hallgassuk meg a versenyzőket. Ez itt a Félelem nélkül 11. adása. A versenypálya nem játszótér. Pontosan ez a lényeg az egésznek. Mellettem álló úriember nem más, mint Gáspár István, alias Csingasguk, indián nevén, mondhatnám, hogy ordítva alvó. De most nem menjünk el ennyire hülyeség irányába, kicsit értékeljük a 2013-as versenyszezont a gyorsági szakás szempontjából. Az oly sokat látott versenyzői létszám csökken és egy kicsit megtorpant szerencsére. Voltak érdekes helyszíneink, több versenypályán versenyeztünk. A Hungaroringre kétszer is ellátogattunk, Pannonia ringre, Szlovákia ringre, voltak betétfutamok nemzetközi sorozatoknál. Voltak nagyon izgalmas versenyek, voltak olyan kategóriák, akkor utolsó pillanatban dönt el a bajnoki cím, úgyhogy mindenképpen nézőknek, versenyzőknek, csapatoknak nagyon jó kis év volt. A jövő évet azt már egy kicsit hamarabb kell nekünk most összeraknunk. A Hungaroringen is ugye lesznek új sorozatok, ez befolyásolja a versenynaptárunkat, meg egy kicsit komolyabb kitekintés is lesz nemzetközi versenyekként, betétfutamonként fogunk részt venni. Úgyhogy több tízes nézőszám előtt fogunk végre autózni. Azt látni kell, hogy az elhúzódó gazdasági válság a nagy túra utót azt nagyon-nagyon rosszul érintette. Minden más kategória életre kelt. Ilyen sokan formaautóban még nem voltak az elmúlt 15 évben, mint most. Illetve a Suzuki kupában sem. Illetve a Suzuki kupában is. Úgyhogy igen, így ahogy mondod, a Suzuki kupa rendkívül nagy mezőnye lett, sőt, amint hallani lehet jövőre, ez nagyon komolyan fog bővülni, és elég komoly versenysorozatoknak a betétfutama is lesz az Suzuki kupa. Volt egy-két versenyző, aki azt mondta, hogy azért nem megy szívesen a gyorsági szakákban, mert hogy nem elég a nézőszám. Tavaly a gyorsasági egyik hungaroringi versenyén a szakágvezető úr megkérdezte, hogy jövök a jövőre. Mondtam, hogy ha kimegyünk a célegyenesbe és tapsolni fog a közönség, akkor jövök. Egy ember se volt. Én azt gondolom, az ilyen versenyző az mesztelenül rohangáljon a foci meccsen, és nagyon sokan fogják nézni, de... Visszament a labda, oké. De hogyha sok versenyző nem így gondolkozik, és előbb-utóbb jó versenyeket csinál, és a helyzet is egy kicsit pozitív alakul, meg a mostani munkánk gyümölcse be fog érni, akkor azért nagyon sok tízezer ember fogja látni élőben azokat a versenyeket, ahol ők indulhatnak. Igen, össze kell vonni olyan sorozatokkal, hisz a költségvetésünk azt nem engedi meg, hogy óriás kampányokat csináljunk. Nagyon sok néző ott ismeri meg az autósportot, látjuk, tehát van mit tenni azért, hogy több néző legyen. Bizony Tomi is régi motoros már a szakmában, édesapja is versenyzett, de szépen lassan ő már átvette a stafétabotot, és hát a Lotus kupában oda pirít kőkeménye, hiszen magyar bajnokként csücsül mellettem jelen pillanatban. Azért elemezzük a Hungaroring versenyt, mert elcsúsztál egy buliban, és ez meglátszott a teljesítményen, de mald be őszintén. Igen, egy család egy kedves barátjának a lakodalmában voltam, és ez meglátszott a teljesítményen valóban. Olyat csináltam, amit nem szoktam, nem is tudom, hogy mikor forogtam meg szárazon utoljára a Hungaroringen. Milyen volt a 2013-as versenyszezon? Ti hogyan láttatok ezt belülről? Mondjuk nem csak a Lotus kupára gondolok, hanem az egész hazai gyorsasági szakág. Beszéljünk Hungaroringről, Pannonia ringről, Szlovákia ringről. Igen, nagyon kellemesen családias volt a légkör. Én jól éreztem magam az idén is, tavaly talán egy picit jobban, hogy a Bennyvel hatalmasokat csatáztunk. Major Bennyről beszélgetünk, Major Benny. Idén kamionozik. Így van, nyert 4 futamot a kamion Európa bajnokságban. 2014, mi a terv, Tomi?
Nekem nagyon tetszett a Lotus. Nagyon jól érzem magam benne. Nagyon szeretnék jövőre is Lotusszal menni. Még nem tudom, hogy mi lesz a megoldás. Van ebben még potenciál? Van. Az Egonik nagyon komolyan tervezik a jövő évet. Bocsánat, Burkus Egon, aki egyébként ennek a Lotus kupának a promótere. És azt tervezik, hogy az Európa-bajnoksággal két futamot együtt rendeznének, úgyhogy a kilátásban van Spa meg Nürburgring. Aha. Hogyha viszont nem ez lesz, nem ez a megoldás, akkor nagyon komolyan gondolkodom rajta, hogy a Benének a 2 literes szívómotorosát kibérelném. Miközben a tiéd pedig? Az enyém az egy 1.8-as kompresszoros. Az egy kupás autó, ettől egyformák így ebben a kupában a kocsik. Sokkal erősebb, nagyon brutális futómű van. Alatta, meg szekvenciális váltó, így van. Az a kis túrában egyébként egy ütőképesnek tűnő autó. Lehet, hogy akkor kategóriát váltasz? Előfordulhat. Még soha nem versenyeztem márkokupán kívül. Jövőre ez egy érdekes lépés lehetne. Mohácsi Elke a kisember, aki nagybottal jár, tulajdonképpen abszolválta a 2013-as gyorsági szezont a saját maga által épített kis Suzuki Swift-tel. Bajnoki esélyekkel érkeztünk a Hungaroringre, de a második futam után ezt így már kipipálhatjuk. Ez ki, matematikailag sem elvehető tőlem, úgyhogy hát így bajnok lettem idén. Azért elég régóta űzött te is ezt a szakmát, és ugye azért érdekes, mert Ákék saját maguk által épített versenyautóval versenyeznek, tehát azért így teljesen más az íze a történetnek. Így van, valóban más. Amit kitalálunk, magamon tesztelem. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ebben a géposztályban is most már elég sok az olyan autó, ami szinte azt lehet mondani, egy gyári felkészítésű. Azért nehéz ám ezekkel az autókkal fölvenni a versenyt, kisebb anyagi lehetőségek mellett is. Nem szeretsz a családoddal lenni? Ez a kérdés nagyon jó, de a családommal nagyon szeretek lenni. A családom általában ez is van mindig velem a versenyen. De mert ugye a hétvégéken meg a vasárnapokat általában műhelybe töltöd. Hát ez is igaz. Milyen volt a hangulata? Azért itt szekvenciális váltóról beszélgetünk, pizzát mérő fékekről. Egyáltalán hogyan kell ezt elképzelni egy utca emberének, hiszen nagyon kevesen jutunk ilyennek a közelébe is. Teljesen más vezetni az egész autót, mint akármilyen utcai autót. Kemény, sprő, durva, brutál? Vagy próbáljuk meg a hangulatát átadni, mert nagyon kevesen látunk ilyet. Amíg nem siet vele az ember olyan nagyon, addig egész barátságos addig az autó. Csikó? Csikó inkább, egy kicsit. Amikor megpróbálsz vele sietni, akkor brutális. Akkor ilyen, mi zajlik a versenyautóban, Zoli? Mi zajlik? Tehát azon kívül, hogy nem látsz semmit, folyik a füleden az adrenalin. Mit érzel belül? Hú, ezt nem tudom elmondani. Remeg a lábad, amikor lejössz a körpályáról, beállsz a boxba, vagy... Folyamatosan még benne is, gázon is. Akkor legalább megint az adrenalin bomba. Ezt szoktuk kérdezni egyébként rally versenyzőktől is, hogy a gyorsasági végén remeg a lábad. Ha remeg, akkor jól mész. Ha nem, akkor sajnos van még benne potenciál. És akkor találkozunk a Hungaroringgel? Bízunk benne. We'll be right back.
őszintén picit csalódnom kell Fekete Krisztiánban, mert hát fél a köttől. Nem csak a versenypályán, hanem a repülőtéren is. Igaz ez? Miért nem megyünk repülni? A versenypályán valóban félek a köttől, nem versenyautónak való. Reptéren nem félek a köttől, ezen a repülőtéren nem lehet műszer repülni. Egyébként, hogyha körben nézel, akkor ez egy 6-700 méteres vízszintes látás, 100 méteres függőleges látás, sima mezei kat-1-es időjárás. Kat-1-es időjárás? Én kérek elnézést, szakmailag rendben vagyok. Jó, kanyarodjunk akkor egy kicsit vissza a hungaroringi futamra, hiszen tényleg úgy kezdődött, hogy bizony nem sokat lehetett látni a pályából, illetve kicsit még inkább visszakanyarodunk az idei esztendőre, akkor azt azért ne felejtsük, hogy van 4 darab nullás versenyed. Igen, hát ez... igen, én is köhítsélek ezen. De hát igazából ami elmúlt, a jövőbe kell tekinteni, valóban nem volt jó évem. A 11 versenyfutamból 4-et lenulláztam, és ez mindjárt a szezon első felében volt. Tehát igazából már a szezon első felében, ha lehet azt mondani, feladtam én a bajnoki címvédést. Hát a realitások talaján maradunk, akkor ez így volt valós. Innen szép nyerni, azt mondják, nekem ez sikerült, de valóban nem volt a kedvenc évem. Hogyha innen nézzük az egészet, főleg technikai problémák hátráltatták ezt a dolgot, vagy egyszerűen ez fejben nem sikerült összerakni? Nem, egyszerűen 4 darab nullásom az mind technikai problémából adódott. Érdekes szituáció, hogy viszont a gyerkőc bekerült a csapatba, ugye évelején a Hungaroringen csináltunk egy interjút, pontosan erről dumáltunk, hogy a versenypályán ellenfelek vagytok. Úgy bizony. Sőt, hát a szezon második felében ő átült egy felnőtt autóba, az elején egy junior autóval kezdett, aztán őnek is volt 4 nullása a junior autóval, tehát azt majd tőle megkérdezed, és a szezon második felében átült egy felnőtt versenyautóba, és hát ahogy mondod, bizony ellenfelem lett, volt olyan, hogy meg is vert. Azért az kemény, hogy a Padevan túlnő mesterén. De tudod, milyen boldogság? Mondtam én, hogy lencse végre kapjuk Fekete Dominikot is. Van egy repülője is, itt van, hogy a Lajstromli, illetve a nevének a rövidítése. Édesapja ezzel próbálja meg... mondjuk úgy, hogy kicsit magához láncolni, pedig nem így van, nem szereti őt. Igaz ez a való világban? Teljesen igaz. Egyáltalán nem szeret utána. Szuper! Figyelj, csak picit próbálj meg elemezni a 2013-as szezont. Hallottam édesapától, hogy az év elején neked is volt 4 darab nullásod, de utána átpontattál egy kőkemény komoly torpedóba. Ez így volt. Az év elején ugye próbálkoztunk ezzel a Formula BMW-vel, ami igazából bejött, mert nagyon szerettem vele menni, szerintem annyira rosszul nem is mentem vele, csak rengeteg technikai probléma volt, és aztán így ugye a 4 nullázás után úgy döntöttünk, hogy akkor autót váltunk, és átültem ebbe a 2000-es Formula Renault-ba. Ami azért már komoly kis. Hát igen, ez már a BMW sem volt a játékszer kategória, de ez már, apa úgy szoktam mondani, hogy ez már fegyver. De meg kell tudni ülni egy ilyet. Igen, tehát van benne valami, kondicionálisan még egyelőre nagyon nem bírtam, tehát még most se. Úgyhogy az annyira megterhelő? Télen, hát igen, ez nagyon. Nem is gondolná az ember egyébként, hogy ilyen kis torpedó, csak kormányozni kell, pici kormánymozdulata, semmi extra. Hát igen, csak ez a pici kormánymozdulat ezért olyan pici, mert nagyobbat nem tudsz fordítani. Tehát annyira durvák a G-erők, hogy negatív, pozitív G? Vannak. Hát azért most képzeld el azt, hogy 2,9 alatt van 100-on. 1, 2, 3, ennyi időt. Igen. Aha, és már az fárasztó, hogy gyorsul, meg fáj is. Jó, hát így érdekes. Nem szabad elfelejteni, hogy azért hála Istennek szétaláztat Vattert a versenypályán is. Ez így belül milyen érzés volt? Hát először is jó, másodszorban vicces. Igen, ez a szép az egészben. Apa-fia kapcsolaton húzott ez, vagy tönkretette? Hogy nem, ez ugyanolyan maradt. Ugyanúgy nem szeret. Pödör Bazsi a Forma autókkal, illetve hát a kádakkal próbálja meg összeakasztani képzeletbeli bajszát, és hát a Hungaroringen szembesült ő is a köddel. Szeretjük a ködöt?
Hát annyira nem szeretem én a ködöt, igazság miért, szerint. Balázs? Félünk tőle? Vald be, félsz tőle? Nem, ez nem félés, ez inkább tartás tőle, tehát az ember az autót ezzel nem akar összetörni. Az az érdekes, hogy mi például a rally versenyeken szembesültünk azzal, hogy az adott szituációhoz kell tudni alkalmazkodni. Igaz ez a pályaversenyzésre is? Ez így igaz, de a pályaversenyzésben a test estenén küzdelemben vannak olyan szituációk, amik nem begyakorlatú szituációk, és ott kell improvizálni. Hogyan sikerült a hungaroringi verseny hétvége? Hiszen azért azt gondolom, hogy testben és lélekben is oda tettitek magatokat. Igen, hát ugye a szombati futam után, miután kizártak az osztály gyereket, így közel kerültem arra, hogy akár még bajnok is lehessek. 2 pont hátránnyal indultunk, és akkor még volt 2 futam vasárnap. A rajtomnál annyi nem sikerült, jól 30-nak fordultam, és végnyomásra tartottam a Krisztiánt. Egy picit gyorsabb voltam nála, megpróbáltam megelőzni őt, de sajnos hibáztam és megpördültem. Ez egy ilyen szélmalomharc volt, mert a fekete Krisztián autója azért picit gyorsabb, erősebb, mint az én autóm. És egyszer voltam nagyon közel hozzá, sokkal jobban fordultam ki, mint ő. Az autómmal viszont szélányékban nem hozott semmit se, tehát ugyan hiába fordultam ki jobban nála, ugyanúgy szélányékba mentem, de az autóm ugyanolyan tempóval ment, mint az övé, és a végén beestem, neki elég durván a versenyt egy 3-4 körrel, és hát és ez nem sikerült annyira jól, de rögtön vissza tudtam menni, és így kaptam tőle egy fél cérnyes, és bejöttem a 3. helyre. Mit keresünk sok gokárt között? Unatkozol és ezeket csavarozgatod? Nem, hát ugye ez az én munkám, meg az életem másik része. Van egy gokart csapatom, versenyzőiskolám, és hát gyakorlatilag ugyanúgy járom az országot, mint hogy formaautóval, csak itt én nem versenyző vagyok, hanem csapatfőnök. Tehát te vagy a főnök. Mi kérünk elnézést. Fosszilis energia nélkül is lehet versenyezni, mi sem bizonyítja jobban, mint a Széchenyi téren megrendezett MVM Energia futamon résztvevő 40, 41, 42, 43 nevezői létszámmal ellátott kis csapat, hiszen van itt elektromos gokárt, napenergiával ellátott háromkerekű csoda, fagyisbódi, ami akkumulátorral van hajtva, illetve bringa kerékkel ellátott levegős, hidropumpás őrület. Brutális, hogy hova fejlődik a technológia. Gábor a főszervezője ennek az egy kis elektromos történetnek, lebonyolítója, a szervező felirat önmagáért beszél, azt hiszem. Szóval, hogy Bogesz régi motoros a szakmában, nem csak hogy autóversenyző, versenyrendező, hanem természetesen most már alaphelyzetben a fenntartható fejlődés egyik nagykövete. Rakjuk össze, próbáljuk meg egy ilyen eszenciát vonni, hogy mi is zajlik itt tulajdonképpen az MVM Energia futamon. Hát ez most már a harmadik ilyen futam, amit felkarolt az MVM. Így ahogy te mondtad, ugye ez a alternatív hajtású járművek versenye. Az ember mióta él, azóta ugye versenyezni szeret és legyőzni a másikat, vagy így, vagy úgy. Hát amint ezek szerelnek, az nem egyszerű, tehát egész éjjel szerelnek, pedig tudták egy év ezelőtt, hogy ez lesz. De ez ilyen a rallyban is. Egyébként csodálatos, igen, az átkötés. Figyelj, versenyelőtti hangulatnak része így az, van, hogy a
rajt előtti pillanatig igen. szereljük a járművet. Jó, picit magáról a lebonyolításról, mert fogy az időnk, és egyfolytában beszélsz a semmiről. Van egy szabad edzés, utána vannak az időmérő futamok hasonlóan a gokarthoz, illetve a Forma 1-hez, és az ott leggyorsabbak kerülnek, mondjuk ha hatan vannak egy kategóriában, akkor ő megy először, a második, a másodszor. Tehát nincs test-test elleni küzdelem. De lesz, csak ugye vártam a... Tehát ez az időmérés, és utána jön a nagy verseny. Tehát, hogy egységnyi idő alatt mennyi távot, mekkora távot tudnak megtenni. Én emlékezem arra, amikor a B csoportot betiltották, azt köpködtünk. 1986-ban. Így van, ezt köpködtünk, hogy vége az autósportnak. Aztán jött az A csoport, aztán jöttek a VRC-k, aztán most Forma 1 ugyanez, már lassan egy hengerrel fognak menni, mégis mennek mind a szél. Sose fogja bajni. Nem félek attól, hogy itt nem lesz ez izgalmas, és nem lesz autósport. Mióta tart ez az egész őrület, hogy átcsaptál a kettes dízel golfotból az elektromos autók felé? Sziasztok, üdvözlöm a nézőket! Hát ez úgy gyakorlatilag, ez az őrület, ez kicsit előbb kezdődött, mint a kettes dízel golf, mert ez 2000-ben, pontosabban 99 évvégén kezdődött, akkor elektromos gokárttal kezdtünk versenyezni az FIA világkupáján, Ausztriába, Olaszországba, Svájcba. Tisztán villamos gokártokkal, nemzetközi szinten ez már működött. Bocsánat, ilyenkor mit írunk? Milyen évet? 99-ben kezdtük. Hoppá, és 99, 15 évvel ezelőtt. Igen, és akkor még jogképű srác voltál. 2002-ben, ezt nem is hallottam meg, és 2002-ben fejeztük be az elektromos gokártozást, akkor egy kicsit félretettük ezt a történetet, na akkor jött az autózás. Az autózás az úgy tartott mondjuk 2008-ig, de már előtt egy pár évvel kezdtük feleleveníteni ezt a villamos hajtást, és gyakorlatilag most azt mondanám, hogy 2013-at írunk, és mondjuk 8. éve aktívan foglalkozunk az elektromos gokárt sport beindításával. Milyen a dinamikája egy ilyennek? Potméter eltekered, és már azonnal átadja a nyomatékot a hátsókerékre, és akár még füstölhet is? És gyakorlatilag igen. Pontosan, tehát az elektromos motor nyomaték karakterisztikája sokkal ideálisabb egy járműhajtásra, mint a belső égésű motor. Gyakorlatilag a teljesítmény szint az azonos a benzinessel, tehát beszélünk bérgokártról, beszélünk versenygokártról, próbáljuk a maximális teljesítményt lóerőbe oda beállítani a benzinest, de aki kipróbálja és aki megy vele, az a gyakorlati tapasztalat alapján azt mondja, hogy kicsit jobb, nyomatékosabb, jobban kigyorsul. Viszont nincs dimenzió, nincs akusztikus élmény, mérgezés. Van, a láncnak van hangja. Ó, de kemény, fia, akkor mutasd meg, hogy hangban hogy néz ki ez. 3-2 hát, nem tudom megmutatni, de fogjátok hallani 3, a futamon. Nem, te mutasd meg, hogy milyen hangja van, amikor benne csücsülsz rajtad, és csak mit hallasz? Egy vonyító hangot, tehát gyakorlatilag. 3-2-1. Nem tudom. Ki vagyok a csávótól, komolyan mondom. Tehát 3-2-1. Ilyen vagy? Igen. Na, mutasd még egyszer, 3-2-1, rajt. Magyaród főterén még hallom a versenyautók hangját. Azonban a mi műsoridőnk lejárt. Találkozunk 2 hét múlva a szokásos csatornán, a szokásos időben. Akkor valószínűleg a Budapest Rally összefoglalójával, élménybeszámolójával érkezünk, de senki ne igyon előre a medvebőrére. Az eddigi epizódokat megtekinthetitek a filmnélkül.com-on, és jó lenne egy tetszik a közösségi portálunkra is, oké? 2 hét múlva viszlát! Béke, szeretet, meg mi egymást, tudjátok, erről beszélgetünk. A félelem nélkül együttműködő partnere a 3 ZRT, alternatíva a gépjárműkezelésben. A műsor gördülékenységét biztosította az Isuzu haszonjárművek forgalmazója, a VAE Kft. Látogasson el weboldalunkra millersoiz.hu, a Millers Oiz forgalmazója az MOIZ Hungary Kft. Auto Motorsport Expo újra a Hung Expo területén, november 15-től 17-ig. A 15 éves PRS CBT a digitális nyomdaipari partner. Találkozunk a PPD Expo-n!